szeretnének tolmácsolást, azoknak van lehetőség természetesen. Amen. Hallelujah. Praise God. Can we put on an instrumental? Egy instrumentális betöltnénk. Köszönöm. Hallelujah. Praise God. Kérlek, hogy álljatok fel Jézus nevében, és nyissuk ki a Bibliánkat Lukács evangéliuma 7. fejezeténél. Lukács evangéliuma 7. fejezete. Hallelujah. És olvassuk Isten igéjét a 36-os verstől. 36-os verstől. Itt van a Bibliátok mindannyiótoknak, praise God. Ha nem mindenkinek, akkor Bibliát hozzatok máskor. Az fontos. Lukács 7.36-tól olvassuk az igét, 50-es versig. Kérjék pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ővele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leül-e enni. És ímé a városban egy asszony, aki bűnös vala, mikor megtudta, hogy ő a farizeusok házába leült enni, hozza egy alabástrom szelence drága kenetet. És megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez, ha proféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelve Jézus mondta neki, Simon, van valami, mondom, valam neked. És mondta az, mester, mondja. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedi. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta neki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulva mondta Simonnak, látod-e ez asszonyt? Bejövék a te házadba, azért lábaimnak vizet nem adál, ez pedig könnyével öntözé az én lábaimat, és fejének hajával törlém meg. Engem meg nem csókolál, az pedig időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kenél meg az én lábaimat. Minek okáért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsátattak neked bűneid, és akik együtt ülnek vele az asztalnál, kezdjék magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Amen. Imádkozunk. Mennyi atyám, Jézus nevében, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, Uram, köszönjük az ígéret a Jézus nevében, és kérlek, Uram, hogy tőle minden igát, vegyél le minden nehézséget, és hozz, Uram, megújulást a mi szívünkbe, a mi életünkbe, a Jézus nevében. Amen. Amen. Le tudnád venni nekem azt a kettőt nyom ki ott bal oldal, jobb oldal, tudod, azt a... Hallelujah. Praise God. Praise God. Leülettek Jézus nevében. Még egyszer üdvözlök mindenkit Jézus nevében. I welcome also all my English brothers and sisters. Ez az első magyar alkalom. Hiszük, hogy ez fog folytatódni Jézus nevében, ahogy az Úr akar természetesen. Az Úr ma arra vezetett el minket, hogy elkezdjük ezt 3 órakor, és lesz egy szünet, egy szeretett vendégség,
eszünk együtt Jézus nevében, és 6:30-kor pedig újra egy alkalom. Amen. Na persze ezt nem minden szombaton fogjuk tenni, hanem amikor az Úr ezt akarja. Amen. Halleluja. Egy csodálatos történetet olvastam fel nektek a Lukács evangéliumából, és kérek mindenkit, hogy most maradjon ülve, ne menjen sehová, hogyha lehetséges, az elkövetkezendő fél órában. Oké? Halleluja. Ez a csodálatos történet ott szerepel mind a 4 evangéliumban. És egy csodálatos története annak, hogy Jézus hogyan kell dicsérni, hogyan kell hozzá viszonyulni. Elmeséli nekünk ez a történet, check, one, two, ez jobb. Elmeséli nekünk azt a történetet, hogy amikor bejött Jézus ennek a farizósnak a házába, kétféle szív volt ott. Volt a farizósnak a szíve, és volt ennek az asszonynak a szíve. Volt két motívum. Két motiváció, hogy miért akartak találkozni Jézussal. És én hiszem, hogy az egyházban ma is van kétféle szív. Mert az, hogy miért dicsérjük az Urat, az, hogy miért keressük az Istent, az rendkívül fontos. Halleluja. Lukács 7:36. Kérje pedig őt egy a farizósok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bement a farizós házába, és leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt. Mikor megtudta, hogy ő a farizós házába leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet. Mikor meghallotta, hogy eljött Jézus, mikor meghallotta az öröm üzenetet, mikor meghallotta, hogy Jézus jön, akit Messiásnak hívnak. Mire hallgatsz ezekben az időkben? Kinek a szavára hallgatsz? Mi az, amit hallgatsz? Meg fogja határozni, hogy hová fogsz kerülni. Meg fogja határozni, merre mész. Kit hallgat? Ez az asszony jó forrásból hallotta. Jó helyre tette a fülét. Hallotta, megtudta, hogy jön Jézus, a Messiás. És ő oda akart menni, ahol a Messiás van. Mi az, amit hallgatsz? Merre mész? Amerre mész, meghatároz, amit hallgatsz. Mert amit hallgatsz, arra fogsz menni. Amire figyelsz, arra fogsz menni. Ezért tette Isten előre a szemedet, nem hátra. A szemed elő van, hogy előre tudjál menni. Ha Isten azt akarta, hogy hátra menjél, akkor hátra tette volna a szemedet. De a szemed, a látásod elő kell, hogy legyen, mert előre kell menjél. A keskeny úton, Jézus felé. Amen. A zsidó 3:15 azt mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szívéteket, mint az elkeseredéskor. Ma, ha hallod az ő szavát, ma, ha hallod Jézus hívó szavát, ez az asszony el tudott volna keseredni. Ez az asszony azt tudta volna mondani, miért menjek én bűnös vagyok? Miért menjek én Jézushoz, mikor még ebben a sok paráznaságban élek? Ez az asszony nem csak, hogy paráznaságban élt, a testét adta el arra, hogy pénzt keressen. Prostituált volt. Amikor hallotta, hogy Jézus itt jár, akkor mondhatta volna azt, én túl bűnös vagyok.
Minek menjek én? Én túl bűnös vagyok, én túl rossz vagyok. Miért mennék oda, ahol a szentek vannak? Halleluja! A Róma 10:13 azt mondja, hogy mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Ez az asszony hallotta. Ez az asszony tudta, hogy Jézus azért jött, hogy az evangéliumot hirdesse. És mielőtt jött Jézushoz, és hozta ezt az alabástrom szelencét, ő már előtte megbékélt az Istennel. Letette a szégyenét. Letette az ő bűnét. Ő már előtte meghalt önmagának. Azért tudott jönni, hozni valamit Jézusnak. Nem tudsz jönni Jézushoz. Hozni neki a te dicséretedet, hozni az életedet, a szívedet, amíg el nem döntötted magadban, hogy te meghalsz mindannak, aki vagy. Meghalsz a szégyenednek, mindannak, amit tettél. Nem tudsz addig jönni Jézushoz. De ez az asszony, mielőtt jött volna, meghalt magának. Szégyelnie kellett volna magát, meg arra gondol, hogy mit gondolnak majd mások. Hogy fognak rám nézni, lehet meg is vernek engem, hogy én oda megyek. De meghalt magának. Meghalt az ő érzelmeinek. Meghalt az ő bűnének. Megbocsájtást talált az Úrtól. A Biblia azt mondja, a Róma 10:14-ben, mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanak pedig prédikáló nélkül? Ez a nő hallotta. Ez a nő meghallotta a jó üzenetet, az evangéliumot. Mi az evangélium? Mi az a jó üzenet? Az, hogy Jézus eljön és meglátogat. Az, hogy Jézus itt van, és te jössz ő hozzá. Halleluja. Meghallotta. Eljött Jézushoz, és elvitte mindazt, amilyen volt. Ez az alabástrom szelence jelképezte mindazt, amilyen neki volt. Az a szelence jelképezett mindent. Mert amikor Jézushoz jössz, teljes szívvel kell jönnöd. Amikor Jézushoz jössz, mindeneddel kell, hogy gyere. Teljes szívvel, a teljes életeddel. Ezért van az, hogy azok, akik csak fél szívvel jönnek Istenhez, akik csak azért jönnek az Úrhoz, hogy áldást kapjanak, vagy gyógyulást, akik csak azért jönnek, mert baj van, akik fél szívvel jönnek, hamis motivummal, nem fognak találni reményt, nem fognak találni szabadulást, nem fognak találni gyógyulást Jézusban. De ez a nő viszi ezt az alabástrom szelencét. Ez az alabástrom szelence a mai árakon egy évi fizetésbe került. Egy évig kellett valakinek dolgoznia, egy teljes évig, hogy meg tudja vásárolni ezt a... Nagyon drága volt. És ez a szelence jelképezte mindent. Mindent. Halleluja. Amilyen neki volt. Mert teljes szívvel kell jönni Jézushoz. Nem fél szívvel. Nem csak olyan szívvel, ó, jövök, mert most kell gyógyulás. Jövök, imádkozzál, mert most baj van. Jaj, most... Ez van, az van. Nem csak akkor kell jönni, amikor baj van, hanem főleg akkor, amikor áldásban vagy. Főleg akkor, amikor hálát kell adni Istennek. Miért jössz Jézushoz? Miért dicséred őt? Sokkal fontosabb az Istennek, mint a te szavaid, a te ígéreteid. Miért jössz Jézushoz? Ez az asszony elviszi ezt az alabástrom szelencét. Gondold el a farizeus, aki a házába beviszi Jézust.
Milyen szívvel, milyen motivummal volt? Nem sikarod érünk. A Jeremiás 29.13 azt mondja, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Isten igéje elmondja nekünk, hogy amikor mi keressük az Urat, amikor jövünk ő hozzá, teljes szívvel kell jönni. A teljes életünkkel kell jönni. Nem szabad semmit visszatartani. Ó, Uram, tudod, még van ez a kis dolog, még van ez a kis bűn, nem olyan nagy, nem olyan nagy probléma. Amikor az Úr jelenlétébe eljössz, tudod, mit fog kérni tőled? Azt a kis dolgot is kérem. Azt a kis dolgot, mert ez a kis dolog nekem fontos. Hát azt hittem, neked nem fontos. Istennek minden apró részlete fontos az életedben. Minden apró részlete. Most nézd meg, a Biblia azt mondja, hogy amikor ez a nő jött, ez a nő, amikor megkeni olajja Jézusnak a lábait, Jézus más evangéliumokban azt mondja, hogy azért jött, hogy megkenjen engem az én eltemetésemre. Ez ad nekünk egy kijelentést. Ez a nő időben jött. Ez a nő a megfelelő időben jött el. Halleluja. Ma, ha hallod az ő hangját, ma, most, nem jövő héten, nem következő hónapban, mert nem tudod, hogy van-e jövő heted. Nem tudod, hogy van-e jövő éved. Nem tudod, hogy van-e következő perced. Ez a nő időben jött. Pont akkor, amikor Jézus az ő kereszt halála előtt volt. Jézus ezt mondta, ezt azért teszi velem, az én eltemetésemre. Ó, el tudod képzelni? Ez a nő biztos, mielőtt jött volna Jézushoz, elkezdett az ő szívében harcolni. Tudom, hogy most kell mennem. Valami megragadta a szívemet. Amikor meghallottam, hogy itt jár Jézus, tudom, hogy bűnös vagyok. Tudom, hogy mit tettem. De vonz engem az Úr. Vonz engem az Úr, és most kell mennem. Halleluja. Amikor hallod az ő hívó szavát, amikor hallod, hogy Jézus hív téged, amikor hallod, amikor érzed az ő vonzását, akkor kell menni. Halleluja. Időben ment ez az asszony. Nem késlekedett. Időben ment. Máté 26.12-ben ezt mondja, mert hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt. A Márk 14.8-ban. Ő, amit tőle telt, azt tette. Előre megkent az én testemet a temetésre. Bármikor ez az evangélium lesz hirdetve, ez a történet el fogják mesélni, meg lesz említve az ő emlékezetére. A Márkban azt mondja, ugyanaz a történet, hogy ez az asszony azt tette, amit tőle telt. Az a szelence, amit vitt, mindenét jelképezte. Az egész életét, az egész szívét, mindenét. Amikor jövünk az Úrhoz, nem üres kézzel kell jönni, hanem jönnünk kell tiszta szívvel, őszinte szívvel, hogy Uram, én nem tudok magamon segíteni, Uram, én úgy jövök, ahogy vagyok, mindennel, aki vagyok. Tiszta szívvel, és időben. És azt tette, ami tőle telt. Halleluja.
Máté 26:13. Bizony mondom nétek, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit én velem cselekedett, az is hirdetik az ő emlékezetére. Azt kívánom minden testvérnek, minden egyes személynek, aki most hallod az Úr hívó szavát, hogy gyere időben Jézushoz. Ne várj addig, amire már túl késő. Ne várj addig, amíg túl késő lesz, és bezáradik az ajtó. Ne várj addig, mire az élet gondjai összetörnek, amíg a világ szeretete behálóz téged annyira, hogy elrabolja minden figyelmet és minden idődet. Ne várj addig, amire te gondolt, hogy majd te megoldod a problémádat. Ne várj addig, amíg te gondolod, hogy a te saját erődből meg fogod oldani a te problémádat. Ne várj addig, hanem időben gyere Jézushoz. Ez a nő időben jött. Annak ellenére, hogy bűnös volt, annak ellenére, hogy mi volt és mi történt vele, időben jött az Úrhoz. Lukács 7:38. És megállván hátul az ő lábainál sírva, megállt ez a nő a szelencével Jézus hátainál. Amikor kenettel megkentek valakit, akkor meg lett valaki kenve, mindig a fejet kenték meg. Amen? Mindig a fejet. Ez a nő megáll Jézus hátainál, és letérdelt az ő lábához. És a lábát kente meg az Úrnak. Mit jelképez ez? Ezt jelképezi, hogy mennyire alázatta jött az Úrhoz. Hogy nem is az Úr elébe jött, hanem az ő hátához, és az ő lábaihoz letérdelt. És az ő lábát kente meg. Az ő lábát mosta meg az ő könnyeivel. És az ő lábát megszállította az ő hajával. És megkent őt olajjal. Halleluja. Az igaz megbocsátás gyümölcse. Abban a szívben, ami Jézusnak lett adva, Isten iránti igaz szeretetet fog gyakorolni. Amikor valaki megtapasztalja Istennek a bocsánatát az ő bűneire, az igaz szeretetet fog táplálni az ő szívében Isten felé. Halleluja! Mert ezt csak azok tudják megtapasztalni és megérteni, akiknek Isten megbocsájtotta minden bűnénket, bármilyen rossz is volt. A farizeus nem értette. Nem tudta értékelni. Mert a vallásos emberek nem tudják Jézust igazán szeretni. Mert azt hiszik nekik minden, nekik minek a megtérés? Hiszen ők igazságosak. Hány ember van úgy, hogy azt mondja, nekem minek a megtérés? Minek menjek én Istenhez? Jó vagyok úgy, ahogy én vagyok. Ilyen volt ez a farizeus is. Nem tudta értékelni, ahogyan ez a nő megbocsátást kap Jézustól, és elkezdi szeretni őt teljes szívéből. Nem értette, nem tudta értékelni, mert nem tapasztalta meg saját maga. Halleluja. Ennek a farizeusnak a büszkesége és a helytelen motivuma, hogy még az alap szeretett vendégségnek a rendjét sem tartotta be Jézusra. Minden házban a korai időkben, amikor bejött egy vendég, az első dolog volt az, hogy megmosták a lábát. Megcsókolták, üdvözölték. És Jézus mondja is ennek a farizeusnak. Mond neki egy jelképesen, hogy
Van két személy, akinek meg lett bocsájtva. 500 pénzzel, másiknak 50-nel. És akkor kérdezi Jézus ettől a farizeustól, hogy szerinted kinek? Ki az, aki jobban szeret? És akkor mondja ez a farizeus, persze az, akinek többet bocsájtottak meg. És azt mondja, jól ítéltél. Szóval nézd meg, ez az asszony, amióta itt van a lábaimnál, a könnyeivel mossa az én lábamat. Te az én lábamnak vizet nem osztál. Pedig ez szokás volt. De ennek a farizeusnak a motivuma, hogy egy híres személy eljön az ő házába, de nem gondoskodott Jézusról. De ez a nő könnyeivel kezdte mosni az ő lábát. Mi a te motivumod? Miért követed Jézust? Miért dicséred az Urat? Márk 14, 3-tól 6-ig. Ugyanez a történet a Márk evangéliumában. Hallgass meg! Mikor pedig Betániában a poklos Simon házánál vala, amint az asztalhoz ült, egy asszony ment oda, akinél alabástrom edény vala, valódi és igen drága nárdus olaja. És eltörvén az alabástrom edényt kitölti azt az ő fejére. Némelyek pedig háborognak vala maguk között, és mondanak, mire való volt ez az olajnak nagy tékozlása? Mert el lehetett volna adni azt 300 pénzért is, odaadni a szegényeknek, és zúgolódtak ellene. Jézus pedig mondta, hagyjatok békét néki. Miért bántjátok őt? Jó dolgot cselekedett én velem. Halleluja. Amikor mi elkezdjük az Urat dicsérni, amikor elkezdünk neki tetsző életet élni, ezt sokan úgy nézik, hogy mire való ez a sok gyülekezetbejárás? Mire való ez a sok ima? Mire való ez a sok bibliaolvasás? Mert nem tudják értékelni Jézust, az ő személyét. Minek nekem gyülekezet? Mert Jézus ott van. Minek jövök én a gyülekezetbe? Mert Jézussal találkozom. Mert amikor dicsérem, ő eljön, és figyel, és ő várja az én dicséretemet. De a világi ember, a testi ember, a farizeus, a vallásos, a büszke, mire való ez a tékozlás? Minek imádkozol te ennyit? Miért jelent neked ez annyira sokat? Nem tudják, nem értékelik. Stay there now, Jacob. Don't move. Halleluja. És nézd meg, mi történik. Amikor Jézus lábaihoz jött, ez az asszony, figyelj, eltörte az alabástrom edényt. A Biblia azt mondja a 2. Korintus 4.7-ben, ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy amaz erőnek nagy volt a Isten legyen, és nem magunktól való. Nem mindegy, hol törsz össze. Nem mindegy, hogy hol törsz össze. Ez az alabástrom szelence, ami jelképezte mindenét ennek a nőnek. Jelképezte az ő szívét, az ő életét. Jézus jelenlétében lett összetörve. De nem mindegy. Nem mindegy, hogy hol törsz össze. Nagyon is fontos. A példabeszédek 29.1 azt mondja, hogy aki a feddésekre és nyakas marad,
egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul. Nem mindegy, hol törsz össze. Amikor valaki fedve van, akinek valaki szólva van, hogy térjen meg az Úrhoz, és engedetlenségben törik össze, nem pedig az Úr jelenlétében, az az ember nem biztos, hogy az Úrhoz jön valaha. Nem mindegy, hogy hol törsz össze. Halleluja. Amikor ez az alabástrom szelence meg lett törve Jézus jelenlétében, és az a nő megmosta Jézus lábait az ő könnyével, és megszerította az ő hajával, akkor megtörte ezt a szelencét, képzeljétek el, az illata ennek az olajnak betöltötte az egész házat. Halleluja. Hallottad? Betöltötte az egész házat. Amikor te Jézus jelenlétében törsz össze, a kenetnek az illata, a kenetnek, ami az életedben van, mindenki megtapasztalja. És mindenki kap belőle. Halleluja. Amikor te a családodban Jézus jelenlétében törsz össze, és az ő jelenlétének az illata tölti be a házat, minden szemét megérint. Valakit megérint ez a tűz, és ellenséged lesz? Vagy valakit megérint ez a tűz, ez az illat, és azt mondja, hogy honnan van ez? Honnan szerezted ezt a drága olajat? Honnan szerezted? Honnan van ez a szeretet? Honnan jön ez a remény? Honnan jön? Halleluja. Nem mindegy, hogy hol törsz össze. Hózsás 6. 1-es és 2-es verse ezt mondja. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szagatott meg és gyógyít meg minket, megsebesített, de bekötöz minket. Megelevenít minket 2 nap múlva, és a 3. napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Halleluja! A Biblia azt mondja nekünk, hogy amikor az Úr jelenlétében törünk meg, azok is, akik azt mondják, hogy visszatérünk ma az Úrhoz, megtörsz az ő jelenlétében, és ő meg is gyógyít az ő jelenlétében. És bekötözi minden sebedet. Halleluja. Zsoltár 34:18 ezt mondja, ha igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Egy másik fordítás, ami közelebb van az eredetihez, így mondja, közel van a megtört szívűekhez, és megmenti a reményvesztett lelkűeket. Közel van a megtört szívűekhez. Ennek az asszonynak a szíve meg volt törve. De miért tudta Jézus szeretni? Mert őszinte megtérő, megtörött szívvel jött az Úrhoz. Egy őszinte megtérő szívvel jött az Úrhoz. Halleluja! Amikor őszintességgel jössz az Úrhoz, megtört szívvel, akkor igazán fogod tudni szeretni Jézust. Amen? Halleluja. És amikor megtörik a te szíved, ahogyan te dicséred őt, ez az olaj, ami az életedben van, mindenki meg fogja tapasztalni. És lesznek, mondom, akik azt mondják, hogy mire való ez a tékozlás? Minek neked gyülekezet, minek jársz gyülekezetbe?
Minek olvasod a Bibliát, minek imádkozol? De lesz olyan is, aki azt mondja, honnan van ez az olaj? Mi ez a szeretet benned? Mi ez a vágy te benned az Úr felé? Halleluja! Te melyik leszel ma? Amikor az Úr meglátogatja az életedet, ahogyan ma is eljöttetek, ahogyan ti hallgatjátok interneten keresztül, amikor Jézus meglátogatja az életedet, te milyen leszel? Olyan leszel, mint a farizeus? Aki a szívében azt mondta, ó, hogyha tudná, hogy ki ez a nő. Gondolta csak, gondolatban panaszkodott. Nagyon sokan panaszkodnak ellenetek gondolatban. Nagyon sok ember panaszkodik gondolatban. De Isten hallja, Isten látja még a gondolatainkat is. Amen. Ez a farizós nem tudta értékelni Isten megbocsájtó erejének a kegyelmét. Ez a farizós nem tudta értékelni az ő jelenlétében való lakozásnak a gazdagságát. Ez a farizeus nem látta, mert vallásos szemei voltak, vallásos fülei, és a vallásos szemüek, a vallásos fülőek, azok nem hallják, és nem látják az igaz Istent. Halleluja! Emeld fel a kezed, álljunk föl, és mondd ezt az Úrnak, kicsit többet figyelj rá. Menjél, Atyám, a Jézus nevében, kérlek, Uram, nyisd meg az én szememet, nyisd meg az én fülemet, hogy lássam, és halljam a te hívó hangod ma. Ahogyan te hívsz engem, érintsd meg az én szívem. És kérlek a Jézus nevében, bocsáss meg nekem minden bűnömért. És vonz engem, Uram, a te jelenlétedbe. Vonz engem, Uram, a te lábaid elé, hogy megtaláljalak, hogy téged dicsérjelek, hogy kiöntsem a szívem, és átadjak mindent te neked a Jézus nevében. Ha ma itt vagy, és szeretnéd az életedet teljesen az Úrhoz hozni. Hozni a szívedet. Hozni a problémáidat. És jönni az Úrhoz. Akkor az oltár nyitva van. És ezt most megteheted. Jöhetsz az Úrhoz. Ez a nő a Bibliában teljes szíve jött. Minden szégyenét, minden fájdalmát letéve, és az Úr lábaihoz dobta. Ha ma szükséged van erre, hogy mint ez az asszony, gyere és hozd az Úrhoz a szívedet, hozd az Úrhoz a te életedet, akkor most jöhetsz. És imádkozunk érted Jézus nevében. Kell tégyébe dicsérted.
köszönjük neked, Jézus, a te jelenlétel ezen a helyen, Uram. Köszönjük neked, Jézus, mindazt, amit teszel, Uram. Köszönjük neked, Jézus.